Good evening everyone and welcome. Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen szép számban eljöttek, és velünk ünnepelnek ezen a különleges estén. A London Hunnic Táncegyüttes idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Mindössze megérdemlik a testet. Mindössze 10 év alatt párfős néptánckedvelő baráti társaságból a diaszpora egyik legnagyobb együttesévé nőtte ki magát ez a csapat. Céljuk a magyar népi hagyományok ápolása, őrzése, népszerűsítése és átadása az itt élő magyarok és más nemzetiségűek számára egyaránt. Rendszeres fellépői a helyi és környékbeli fesztiváloknak, aktív résztvevője a magyar iskolák és intézmények programjainak. 7 éve minden júniusban a Magyar Kultúra Örökség és Alapítvánnyal közösen rendezik meg a saját folkfesztiváljukat, a Hungarian Culture Day és a Hungarian Folklore Day, ahol számos magyar és néhány más nemzetiségű fellépő mellett kézművesek és árusok is felvonultatják a portékáikat. Nyugat-londoni székhelyükön, Chiswickben 6-8 hetente élő muzsikás gyermekfoglalkozásokat, az aprók táncát szervezik meg, valamint felnőtt táncházakat és folk kocsmát is tartanak. It is our great pleasure to see so many of you here to celebrate with us on this special occasion. This year, Hunnic Dance Ensemble is celebrating its 10th anniversary. In only 10 years, Hunnic has grown from a small group of friends that was brought together by love for folk dancing. They are now one of the largest ensembles outside of Hungary. Their aim is to nurture,
preserve, popularize, and pass on the Hungarian folk traditions. They are regular participants of various festivals and actively participate in the programs of Hungarian schools and institutions. With the cooperation of the Hungarian Cultural Heritage Society, over the last 7 years, they have been organizing their own folk festivals, the Hungarian Culture Day and the Hungarian Folklore Day. At their West London base in Chiswick, they hold music and dance classes for children, and they organize adult dance houses and folk pubs. Aktív tagságuk jelenleg 70 főt számlál, azonban több mint 100-an mondhatják el magukról azt, hogy a táncegyüttes életébe hosszabb-rövidebb ideig bekapcsolódtak. Heti háromszor kezdő, haladó és haladó szinten, középhaladó és haladó szinten folyik az oktatás, különböző tájegységek táncainak elsajátítása, koreográfiák tanulása, fellépésekre való felkészülés és csapatépítés. Különösen büszkék arra, hogy az együttes tagjainak többsége itt Londonban ismerkedett meg a néptánccal, és általuk tanulta és szerette meg azt. UNIQ consists of 70 people with active membership who come together 3 times a week on beginner, intermediate and advanced levels to learn dances of various regions, setting up and perfecting their choreographies. They are especially proud of the fact that the majority of the members have met, learned and come to love folk dancing here in London through UNIQ. Az együttes vezetői, oktatói, táncosai egyaránt civil munkájuk mellett szabadidejükben teljesen önkéntesen vesznek részt, támogatják, szervezik és gyarapítják a tánccsoport életét. Non-profit szervezetként működve nagyban függnek a pályázatoktól, támogatóktól és egyéb alternatív bevételi forrásoktól. A hazától távol ez a közösség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ilyen messze is otthon érezhessék magukat. Közösen ünneplik a jeles napokat, szabad idejükben együtt kirándulnak, bográcsoznak. Az évek során nagy örömükre több tag visszaköltözött hazánkba, a Kárpát-medencébe, immáron néptánc tudással a zsákjukban. All the leaders, instructors and dancers of the ensemble participate voluntarily support, organize and enhance the life of the dance group whilst working in their day jobs. As a non-profit organization, UNIQ are highly dependent on sponsors and other alternative sources of income. UNIQ is a community that helps its members to feel away from home, and they celebrate holidays together, like go on excursions, and also they cook together in their spare time. A ma esti kétfelvonásos gálaműsorunkon mindhárom felnőtt csoport több produkcióval fog színpadra lépni, megjelenítve Kalotaszeg, Mezőség, Szilágyság, Szatmár, Moldva, Felcsík, Küküllőmente, Marosmente és Sárköz gyönyörű táncait. A koreográfiákkal egy-egy a mindennapi életből kiragadott történetet mesélnek el. Szerelemről, családról, barátokról, inspirációt merítve az elmúlt 10 évből is. Ám a történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Képzeletbeli utazásukat Kulcsár József színművész elbeszélései színesítik. Az előadásban elhangzott monológokat és idézeteket magyarul nem beszélő vendégeink a műsorfüzet mellékletében tekinthetik meg. Kulcsár József a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház oszlopos tagja, Kézdivásárhelyen színházat és színjátszó csoportot vezet. Emellett rendez és játszik, és a zenéléstől sem riad vissza. Saját elmondása szerint a néptánc is segítségére volt abban, hogy annak idején felvétel nyert a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre. Tonight, all three of the adult groups will perform beautiful dances of Kalotaszeg, Mezőség, Szilágyság, Szatmár, Moldva, Felcsík, Maros and Sárköz. The choreographies tell stories from everyday life about love, family and friends. The imaginary journeys are colored by the narrative of actor József Kulcsár. The monologues and the quotes in the readings for non-Hungarian speakers can be viewed in the appendix of the program. Mr. Kulcsár is a key member of the Tamási Áron Theater in Sepsiszentgyörgy in Transylvania.
Leading the theater and acting groups, he's also producing and acting himself and not shying away from playing music. According to his own words, folk dance also helped him to be admitted to the University of Drama in Marosvásárhely at the time. A csodálatos élőzenét ma este az angliai Fulton banda biztosítja, akik a Huniknak köszönhetően találtak egymásra 6 évvel ezelőtt, és azóta húzzák nekik a talpalávalót. A zenekar Angliában élő magyar népzenészekből áll, a Kárpát-medence valamennyi tájegységéből játszanak, és népszerűsítik a magyar népzenét. Céljuk ezt a páratlan kultúrát mélyen tanulmányozni, művelni, tanítani, továbbadni, előadni és népszerűsíteni. Számos országban felléptek, már is koncertet adtak az Egyesült Királyság legnevesebb koncerttermeiben, gyermekfoglalkozások, angliai magyar iskolák rendszeres vendégei és a táncházak nélkülözhetetlen előadói. The wonderful live music tonight will be provided by the Folkton Band, who, thanks to Hunique, found each other 6 years ago and have been playing for Hunique since then. Members of the Folkton Band had started to play together in 2013. They all grew up and got their musician education in Hungary, and then they found new home in the United Kingdom. Their wide range of repertoire, versatile activities, hunger for musical challenge and adventure allows them to perform all around the UK and abroad. They play and promote Hungarian folk music from all regions in the Carpathian Basin. Their aim is to study, cultivate, teach, transmit, perform the unique culture of the Hungarian culture. They are regular guests of the children's workshop events in Hungarian schools and essential contributors to the dance houses. A Hunique baráti kapcsolatot ápol több magyar és más nemzetiségű együttessel, rendszeresen részt vesznek egymás rendezvényein, a mai jubileumi estén vendégül látják a Csillagszeműek Anglia Néptánc Együttest és a lengyel Mazuri Tánccsoportot, akik egy-egy koreográfiával fogják színesíteni a műsorukat. Hunique maintains friendly relations with several Hungarian ensembles of other nationalities who regularly participate in each other's events. They are hosting Csillagszemek Children's Dance Ensemble and the Polish Mazuri Dance Group, who will also be performing tonight. Végezetül pedig néhány technikai információ következik. Kérjük, tiszteljék meg a fellépőket azzal, hogy az előadás teljes időtartama alatt tartsák kikapcsolva vagy lehalkítva a mobiltelefonjaikat. A műsor alatt kép- és hangfelvétel készítése tilos. A teljes előadásról profi fényképek és videófelvételek készülnek, melyekből a következő hetekben a Hunique Facebook oldalán szemezgethetnek és élhetik újra a mai estét. Az első rész után körülbelül 20 perces szünetet fogunk tartani. Kérjük, hogy a hangjelzésre foglalják el a helyüket a második felvonás megkezdéséig. So finally, there are some technical information for us all. Please respect the performers and keep your phones switched off. No picture or sound recordings are permitted during the show. Professional photos and videos will be taken of the entire performance, which will be circulated on Hunique's Facebook within the next couple of weeks. Én azt hiszem, hogy a lényeget elmondtam, és itt a bevezető után nem maradt más hátra, mint hogy dőljenek hátra, engedjék, hogy a muzsikusok és a táncosok elvarázsolják önöket, fogadják nagy szeretettel a Hunique fennállásának legnagyobb volumenű műsorát, várakozással, bizakodva tekintünk a jövőbe, és kívánok még egyszer sokszor 10 évet a Hunique-nak. And now, there's nothing else to be done than to lean back, let yourself be mesmerized by the musicians and the dancers. So welcome to the Hunique's biggest ever show so far. We look forward confidently to the future and wish Hunique many, many more of years and many successful years to come. Please welcome the Hunique Dance System.
Országon is belül, a Kárpát-medence szép bölcsőjében,
Volt egyszer egy leány. Eme bölcső szülöttjeit magyar népzenével ringatta, s a leányt táncra perdítette, de úgy, s olyan erősen, s addig forgatta, s keringette, hogy messze forgott az útja, hetet hét országon túlra, egészen Angliáig, London városáig. Idegen országban sokan járnak szerencsét próbálni, mindenféle népek, sokan a világ több sarkáról, sürgött forgott a sok nép maga körül. Dolgozott mindenki reggeltől napestig, boltok bolt hátán, sok szerencse keresgélő jött-ment egymás után, nyüzsgésből tehát nem volt hiány. És tetszett a leánynak ez a világ, de mégis valami hiányzott neki. A szíve is táncot járt neki, dobogott egyre jobbra, egyet balra, s a muzsika szót a honvágya húzta csillogó London városában, ahol egyszer csak hogy-hogy nem, e leány erre a ritmusra, amit a szíve diktált neki, úgy felkerekedett, s addig meg nem állt, míg Szent István házában meg nem érkezett. S lásd csodát! Ott is mind olyan magyar legények s leányok voltak, akiknek a szíve ugyanolyan táncot járt, mint neki. Szerencsét próbáló magyarok, kiknek a legjobban a bölcsőből ringatott ének hiányzott, és a ritmus, a magyar ritmus. És járták a táncot együtt, beszélgettek, olyan jól esett nekik, hogy anyanyelvükben fürödhetnek. Érezték, milyen különleges maguk így együtt, és olyan jó, hogy idegen földön egymásra találtak. Meg is egyeztek, hogy a jó szokásukat megtartják, és összejárnak újra és újra. E mesének leánya is boldogabb volt ettől, de érezte, hogy valahogyan még jobban megerősíthetné e magot az ő táncot járó szívébe. És így is lett. S a többi fiatal magyarral e körben együtt egy néptánc együttest alakítottak, s tanulták a táncot erősen, és érezték, hogy egy közösségük ott messzi földön, mint egy magyar szigetecske. Egy azon szülőföldből kibújt magocskák, a lelküknek jó, ha együtt vannak, nem maradtak árvák a nagy idegenben, nem vesznek el, s ha őrzik az ősöktől kapott kincseket a gazdag néphagyomány, akkor nagy baj nem lehet, s ha élik is azt, akkor van igazán örökség. És táncoltak, és táncoltak, és táncoltak, s e tánc olyan csoda erejű varázslattal bírt még, hogy szerelmeket is teremtett, s családokat, s gyerekeket, kicsi leányokat, s legényeket. Hamarosan itt is láthatjuk, hogy milyen szépen jár a lábuk, hogy csillog a szemük tánc közben. Csillagszeműek ők, kik tovább viszik az örökséget. Ejbe boldog volt mindenki, és a leány is, hogy a világ olyan, mint egy mese. S Isten is kikönyökölt a tornácocskájára, s letekintett a földre, s látta, milyen szépek ezek az emberek. Hogy milyen tiszta szívből táncolnak, s gyönyörködött bennük, és még jobban elcsodálkozott rajtuk, mikor megérezte bennük a magot, melyet elvetett egykor valahol a Kárpát-medencében, s a magok a nagy hegyek lábaitól elindulának, s táncra perdültek, s lelkük mind a hazára gondol, s énekli Isten is velük, hogy hazám, hazám, csendes hazám. S Isten látta azt is, mennyi barátság született a magok között. Jó a világ, gondolta. Hisz ezért is teremtettem, s a jó kedvétől táncra perdült a jó öreg lelke is, és azóta is táncol, hisz látjátok. Ha nem hiszitek, táncoljatok ti is, míg éltek. Ah!
Thank you.
Thank you.
Szép testű asszonyok haba október. Ökörnyálakú sikló, villámló ragyogás. Alacsonyan szálló, fázó, de mégis egymást kergető madarak haba. Szép testű asszonyok haba. Hallgassuk! Millió ember után megállni én sem tudtam. Beszélgetek az ősszel kedvesebből. Érzem, valami tiszta élet kéne. Mondjuk a füvekről, vagy a vizekről. Egyszerű, tiszta élet. A szerelem. A legelső pillanat a lány tánca. Egy nő teste, mint az íves szobrok, szinte fend a fényben. Egy nő testén zeneborzog végig, összerándul a ritmus fergetegében. Dobok verése, húrok siralma, hegedű hangja, trombita szóló, villogó fénye, felfort vére dobol fülébe, ó, ritmus, ritmus a tánc. Hordoz, hordoz, zeng a zöld alatta, minden kell, mint valaha akartam, ne feledd ezt a mozdulatom, lábaim ideges táncát, ne feledd karjaim táncba szorított vágyát, 10 év múlva is ez szeressed bennem. A vadlány táncát, nézzed, nézzél, érezd a testem táncát, járd velem, te férfi, fordulj utánam, te szarvas testű, trófeás szép ember, zubogjon véred, perzselt bőröm, lobogó leheleteddel, ó, fordulj utánam, láss meg! Ideges testem méltóságos ütemre lassít lassan, lehúny a táncos szemét. Már alig ring egy szobori íves mozdulatban. Tovább. A vadász elbeszélése. Elmaradtak a félelmes barangolások. Leányok rétje, asszonyok rétje. Valaki elindult csendesen velem az első tánc után tisztán lépve.
Jött utánam az erdőkön át, mellettem szorongott, ha vadjaimra lestem. Szeretett mohák, levelek közt nem félte se szemeim, se testem. Csak ültem sokszor, míg aludt. A húnyó parazsat élezgettem. Ha ő van, elég az erő, farkasok ellen, patkanok ellen. Símogast homlokon, hűstem. Rázz fel álmomból éberszem, add a fegyverem bátorító, kösd be sebeim, könnyű kezű. Ha ő van, elég az erő, farkasok ellen, kanok ellen. Közjáték. Elment. Nem dúlta föl a házam. Az ösztönöket néha nem értem. Érzi a veder, hogy szomjas vagyok, s bennmarad a mély kút vizébe. Homlokom ég, de hűstenyelő. Álomba zuhanok, éberszemű. Hol a fegyverem, bátorító? Tüzelnek sebeim, könnyű kezű. Vadásztánc. Hát most táncolok. Tompán, dobban, csizmán, parazsal, lobban, bunyó, tüzeknek, aranya szakad, fényes egeknek, bogorba erő. Mozdul a vállam, északi fenyő, táncol az ágon, parazsal lobban, hunyó tüzeknek, aranya szakad, fényes hegeknek, se dob, se hegedű, se fény, se zene, megszállt a táncolók ősi istene, pompán dübörög, csizmán, parazsal szakad, ősi tüzeknek, nézzel, nézzél, és belém szeretsz, és összeégnek, kik belém szeretsz. Epilógus. Ó, madarak hava! Szép testű asszonyok hava! Valami tiszta ének kérem, hogy beszélni tudjak az ősszel, kedvesem. Valami egyszerű, tiszta ének, mondjuk a füvekről, vagy a vizekről. Thank you.
Nagyobb szomorúság,
mint a morálisság.
Thank you.
Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy királyság. A király elégedetten uralkodott itt, csodálatos országa és csodálatos népe fölött. Ebben a királyságból nem volt igazán sosem sötétség, de a nappalok azok ragyogóak voltak és fénnyel teljék. Minden lakója a királyságnak boldog volt, mert a király is boldog volt. A királyság szélén, körös körül egy hatalmas tűzfal lobogott. Mint félelmetes kapu, őrizte a határokat ez a tűz. A király maga építette a falat a benne is örökké lobogó tűzből és szenvedélyből, és hozta létre az ősóceánt, de még a palotákat is, amikben a királyság népe és ő maga is lakott. Senki sem akart innen elmenni, annyira gondtalanul, örömmel és szeretettel eltelve éltek itt, nagy egyetértésben a király és a nép. Még maga a király sem volt a tűzfalon túl. Ennek ellenére tudta, hogy ott nincs semmi és senki, csak az üresség. Egy mulatozással és játékkal eltelt nap után a király gondolkodóba esett. Megtörtént már vele ez máskor is, mert a királyság is úgy alakult ki szépen sorjában, hogy a király befelé fordult, és azon törte a fejét, hogy kicsoda is ő valójában. És mi ez a létezés? Még nem is említettem, hogy ebben a királyságban csupa angyal lakott, akiket a király önmagából hozott létre. Tulajdonképpen nem is voltak önálló lények, a király egy-egy része volt mi. Így aztán a király önmagával táncolt, önmagával játszott, önmagával énekelt, vagy bármi mást is önmagával tett. Amikor pihenni tért és lehújta a szemét, akkor félhomályba borult a királysága, és mindenki más is pihenni tért. Amikor felkelt és kinyitotta a szemét, fény borított be mindent, és mindenki más is felkelt. Amikor még ásított egyet, mindenki más is ugyanezt tette. És persze a király maga hozta létre a királyság határait, beleértve a tűzfalat is. Mert az első körben magától ennél tovább menni nem tudott. Szóval, hogy a szavamat ne felejtsem, a király, miután a legkisebb angyal is pihenni tért, megint azon kezdett el gondolkodni, hogy ki is ő valójában. Mert ugye itt vannak az építmények, a fény, az ősóceán, az angyalok, a vidámság, a nevetés, az öröm és a szeretet, és még millió más csoda. De mégis kezdett már kicsit unalmassá válni, hogy hiába van körülötte sok angyal, mindegyik ő maga. Mindig mindenki ugyanazt teszi, ugyanazt érzi, sőt, még ugyanazt is gondolja, mint ő. Ugyanakkor pislant minden angyal, mint amikor ő. És mindez kívül van. A királyon kívül. De vajon mi lehet belül? Nos, ezen a bizonyos napon a király ezen törte a fejét. Gondolt egyet, és úgy döntött, magába pillant. Megnézi, hogy mi is van odabent úgy igazán. Eleinte nem látott semmit. Nem érzett semmit. Nem hallott semmit. Mármint azon túl, amit mostanáig érzett. Maradt ebben a befelé figyelő állapotban, bízva abban, hogy majd csak sikerül tapasztalnia valamit, nagyon figyelt. Lehet el is bóbiskolt kicsit. Azt érezte biztosan, hogy határtalan. Hiába a tűzfal, érezte, hogy azon túl is lehet valami. A határtalanság érzése miatt érezte ezt. De ennél több, nos, nem látszódott. Már-már feladta a figyelést, amikor valami történt. Megpillantotta önmagát magával szemben. Mint a tükörben nézett volna. Egy kicsit lágyabb, kecsesebb alak jelent meg előtte. Olyan volt, mint ő maga, de egy finomabb, egy áttetszőbb formában, ugyanakkor erőteljesebb kisugárzással. Tetszett a királynak a látvány. Olyannyira, hogy tulajdonképpen nem is tudván arról, hogy van ilyen, beleszeretett önmagába, abba a tükörképbe, akit látott. Mélységesen és szenvedélyesen. És ettől a szerelemtől a tükörkép önálló életre kelt, és létrejött a királynő. Ebben a pillanatban megölelték egymást, és ebből az ölelésből egy hatalmas robbanás, egy tűzi játék keletkezett. Csak úgy pattantak az apró szikrák szerteszét a királyságban, amit otthonnak is neveznek. Millió és milliónyi apró szikra röppent fel az ég felé, és hullott szerte a királyság egész területét.
Meg sem lehetett számolni a szikrákat, olyan sok lehetett belőlük. Befestették az egész égboltot, csak úgy ragyogott minden az egész birodalomban a színes szikrák nyomán. Aztán pedig minden elcsendesedett. Amikor ismét a király magához tért, látta, hogy ott ül mellette a királynő, aki szépségével elvarázsolta. És látta, hogy a királyság teli-steli van hercegekkel és hercegnőkkel. Mert amikor meglátta magát önmagában és szerelemre lobbant, a szétszorodó számlálhatatlan mennyiségű szikra nem volt más, mint a király és a királynő gyermeke. Mindenben ott benne dobogott a tűz és a víz, mert a király volt a tűz, a királynő pedig a víz energiája. És lásd csodát, ezek a hercegek és hercegnők nem utánozták mindenben a királyt. Nem akkor újták le a szemüket, amikor ő, nem akkor táncoltak és játszottak, amikor ő, hanem más alkalmakkor is, és máshogyan is. Nagyon megörült ennek a király és a királynő, mert tudták, új lehetőséget teremtődtek arra, hogy tovább mehessenek önmaguk felfedezésének kalandos útján. Immár azonban a gyermekeik révén, akik képesek voltak önálló létre és önálló mozgásra, ezáltal saját tapasztalások és élmények átélésére is, amik végső soron a királyhoz és a királynőhöz is eljutottak. Így jött létre tehát a levegő. Az ifjak bejárták a birodalmat, keresztül Kasul. Fáradhatatlanul kalandoztak mindenfelé, és ismerkedtek egymással. Egy nap eljutottak bizony a peremig is, ahol a tűzfal védte az otthont. De nem csak a kint ismeretlentől, attól is, hogy oda ki lehessen jutni. Érezték a rettenetes erőt, ami árad belőle. Átlátni nem lehetett rajta, de vajon átjutni lehet-e rajta? És vajon azon túl mi minden lehetséges? És hogyan? Visszatértek az ifjak ide, mert hajtotta őket a kíváncsiság. Élményeket, tapasztalásokat akartak keresni. Mindeközben persze boldogan és elégedetten éltek minden nap a királyságban, az otthonban. A király és a királynő tudta, hogy az ifjú hercegek és hercegnők egy része miben törje a fejét, és örült is ennek. Mód felett örült, hiszen bennük is bennük volt az ősi mély kíváncsiság és vágy az ismeretlen felé, a kalandok felé. Mert hogy ismerhetné meg önmagát bárki, ha nem hajtja a kíváncsiság. Meg aztán az otthon már készen van. Már nem lehet tovább alakítani rajta. Már minden tökéletes, már nincs mit tapasztalni. Már nincsenek ismeretlen és járatlan utak. Már minden felderítetett. Tudták azt is jól, hogy ideje van a tovább lépésnek. Ideje van az új teremtésének, új világok létrehozásának. Kihirdették hát, hogy azok a hercegek és hercegnők, akik kalandozni vágynak, gyűjjenek össze, és elmondják nekik, mire is vállalkoznak a tűzfalon történő átkeléssel. Jöttek is a hercegek és hercegnők szerte az otthon minden szegletéből. A király és a királynő örömmel látta, mennyi bátor örökösük van, akik hajlandók az ismeretlenbe kalandozni. Sokan azonban meggondolták magukat, amikor meghallották, hogy az út nehéz és fájdalmas. Hogy senkit nem tudja, senki, még a király és a királynő sem, hogy mi vár rájuk a tűzön túl. Ott mindent maguknak kell megoldani, kitalálni, elrendezni, megteremteni, segítség nélkül. Bármit megtehetnek majd, bármit megtapasztalhatnak majd, bármilyen döntéseket hozhatnak majd. Teljes szabadságot élveznek a mindenekben mindenre. És ezekkel teremtik meg annak a lehetőségét, hogy egyszer, amikor majd minden készen áll, az otthon túl tudjon nyúlni mostani határain, és nagyobb, szebb, hatalmasabb legyen, mint valaha volt, mint valaha megtapasztalták. Hogy minden teremtett lélek járhassa szabadon, döntése szerint az útját, megtapasztalva választásai következményeit. Mert ezekkel tapasztalja meg ugyanezeket a király és a királynő is, és ezekkel ismeri meg majd önmagát. Azt is elmondták, az utazásra elszánt angyaloknak, hogyha egyszer elmennek, ugyanide nem biztos, hogy vissza tudnak térni, és az is lehet, hogy erre nem is fognak emlékezni, azonban nem is szükséges, hogy magában az otthonba visszatérjenek, mert az otthon az mindig ott lesz, ahol ők vannak.
hiszen a lényük legmélyében ott van az az isteni szikra, amiből állnak, ami a király és a királynő. És a király és a királynő szerelméből pattantak ők ki. Így bárhol legyenek, bármi is történjen, a legsötétebb pillanatokban is, az otthon, az mindig bennük van. Thank you.
Úgy várom, bába, negyedő nyárba, földre hajlik az ága. Rászállott egy sárga lábú madár, mindig csak úgy sír dolgát. Mindig csak a sírja, ria, hogy erre vagyok, bejártam a szélesen világot, szeretőtlen halálom. Mindig csak a sírja, ria, hogy erre vagyok, bejártam a szélesen világot, szeretőtlen halálom. De szeretnék szép szeretőt tartani, mert a szépet más is tudja szeretni, mert kell a gyönge szívemnek hasadni. Életemben mindig szépen szerettem, mindig a szép legényeket öleltem, de már ezt rám nem ölelem, mert nem kell, beérem a magamival úgy is kell. Örnek vele valahol egy legény van, valahol egy szegény leánycsaló van. Öld meg fenelben meg Isten mindjárt, ki kívánja megcsalni a babáját. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem vízbe a szívem. Szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? Kérdezte a kis herceg. Az is olyas valami, amit alaposan elfelejtettek, mondta a róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik. Az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaimnak is megvan például a maguk szertartása. Ezerint minden csütörtökön elmennek táncolni a falubeli lányok. Ezért aztán a csütörtök csodálatos nap. Olyankor egészen a szőlőig elsétálok. Ha a vadászok csak úgy, akármikor táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne vakáció. Így aztán a kis herceg megszelítette a rókát, és amikor közeledett a búcsú órája, azt mondta. Ó, sírnom kell majd, mondta a róka. Te vagy a hibás, mondta a kis herceg. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szerénítselek meg. Igaz, igaz, mondta a róka. Mégis sírni fogsz, mondta a kis herceg. Igaz, sírni fogok, mondta a róka. Hát akkor semmit sem nyertél az egésszel. De nyertem, mondta a róka. A búza színe miatt. Majd hozzáfűzte. Nézd meg,
újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tied az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, és akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta neki. Ti még nem vagytok semmi. Nem szelídített meg benneteket senki, és ti sem szelídítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt, ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz meg százezer. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze, egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondaná, hogy ugyanolyan, mint ti, holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien. Mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire burát tettem. Mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam. Mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a kettőt-hármat a lepkék miatt. Mert őt hallottam panaszkodni, meg dicsekedni. Sőt, néha hallgatni. Mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, az teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Thank you.
Dicsérem a táncot, mert szabaddá tesz a nehéz dolgoktól, és mert azt, aki egyedül van, bevonja a közösségbe. Dicsérem a táncot, mert az egészséget és a szellem tisztaságát szolgálja, mert könnyedé teszi a lelket. A tánc átváltoztatja a teret, az időt és az embert. Ezeket mind az agy, az akarat és az érzések által a szétesés fenyegeti. A tánc az egész embert követeli. Az embert, aki szíve középpontjában van lehorgonyozva, oda, ahol nem rabja a szenvedélyeknek, embereknek és dolgoknak. Oda, ahol nem rabja az elhagyatottság démonjának saját énjében. A tánc felszínre hozza a szabad embert, a könnyed embert, egyensúlyba hozza minden erővel szemben. Dicsérem a táncot. Ó, ember! Tanulj meg táncolni. Különben nem fogják tudni az angyalok, hogy mit kezdjenek veled a mennybe. Thank you.
Szólítani minden táncos és közreműködét, kérjük, hogy fogadják őket nagy szeretettel,
Towards the end of this performance, we would like to re-invite all the dancers and performers to the stage. Please welcome them. Először is nagyon nagy tapsot kérek a HUNIC haladó csoportjának és tánctanárainak. A great applause to the advanced group of HUNIC and their advanced teachers and choreographers, Ágnes Bartók, Anita Vidák and Vilmos Katázi, és Boldizsa Rákai, manager of HUNIC. Most pedig a HUNIC középhaladó csoportja következik. Please welcome on stage a HUNIC intermediate group. Csoportját és oktatóikat, Ádám Kuzsikát és Tarnai Szabolcsát. Alapítvány önkénteseinek, Gyügyei Erikának, Pál Andreának és Sípos Lászlónak a közreműködésért. Thank you, members of Hungarian Platform Motion Society, member Erika Gyügyei, Andrea Pál, and László Sípos for their help throughout this evening. Thank you very much. Köszönjük szépen. And we would like to thank our guests, the Missouri Dance Company. We'd like to say thank you for the Missouri Dance Group that they have accepted our invitation. És nem tudom, az ajándékozás most szeretnétek, hogy megtörténjen? És tessék imád. So this is our gift to the Missouri for accepting our invitation. Thank you very much. I just wanted to say very quickly that we are very, very, very proud to have been invited here to take part in your anniversary. It's been absolutely amazing for us, and we're glad that we were able to share a little bit of our own folklore and culture with you. And please forgive me for my accent, but Kosenyuk, hogy lendel barátaink eljöttek ma este, és emelték a műsorunk színvonalát, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. We really appreciate you came this night and you just lifted, if it's I'm correct, lifted the thank you very much. Most csak kérek a csillagszemek Anglia apró táncosainak. Köszönöm szépen!
happened exactly 5 years ago when Csillag Szemű, the starry-eyed ensemble dance group, which is almost a children's dance group with more than 1,000 children in Hungary, and the little English part has been established exactly 5 years ago in November. And since we have been established, Hunik was with us, behind us, and always supported these little ones and very welcome. These are dancers and everything. Köszönjük Polkár József színművésznek, hogy elmesélte a történeteket. Thanks for the actor József Polkár for telling our stories and coloring our show. Köszönjük. József, szeretném megköszönni a megkérdezetet és ugyanakot. Köszönettel szeretném a színpadra szólítani a Csillag egykori társasait és vezetőit, Szabó Szilviát és Babos Alpát, az együttes volt oktatóját, valamint Tóth Gabriellát, a Hunik alapítóját. És Acsai Boldizsárt, hogy az együttes vezetőinek képviseletében vegyék át a táncosok ajándékát. Applause to folk tour band members Adam Röner, lead violin, and köszönjük, hogy velünk ünnepeltek ma este. Reméljük, hogy találkozunk a további kerek évfordulókon. Még nagyon sokszor 10 évet kívánunk a Hunik táncegyüttesnek. Now that we thanked everybody who contributed to the show, we must say thank you, our dear audience, for coming along and celebrating with us. We hope you enjoyed our evening and you had a great experience traveling through the past of our history and culture. We are looking forward to seeing you at our future round anniversary, many more 10 years for the Hunik Dance Ensemble. Nem kívánok senkinek sem különösebben nagy dolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog. Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre. Tiszta szívemből ezt kívánom. Szaporodjon ez az ország emberségbe, hitbe, s kedvbe. S ki honnan jött, soha, soha ne feledje. Mert míg tudod, ki vagy, mi vagy, vissza nem fognak a kátyuk. A többit pedig aprodonként megcsináljuk. Továbbá pedig azt kívánom, legyen béke, gyönyörködjünk tovább a lehulló hópihékbe. Húzd rá még egyszer! Húzd rá még egyszer!
Thank you.